képet, valami hangot, valami képet. Istenem, hogy hány falusi van köztetek? Eredetileg van. Nem, hanem most valami. Amiről ma szeretnék beszélni, elég régóta erről beszélek, hogy nyilván mindenki látja, hogy ez az út az, ami most járunk, ez Zsákutcába vezet, és hát mindenki keresgéli a megoldást. Ez a legegyszerűbb, ha az ember eltéved, akkor menjen vissza a sarokig, amit én tudta, hogy hol jár. Én ezt a sarkot, vagy ezt a sarokpontot, ezt az önállátó paraszti gazdálkodásot találtam meg, a maga kultúrájával, szépségeivel, lelkületével, és szerintem nincs más út. Ebben megerősített az is, hogy pár évvel ezelőtt megjelent a Anasztázia nevezetű könyvsorozat, egy Szibériában élő sámánasszony, vagy tártos lányka, vagy nem tudom, minek nevezem, minek a tollából, és ugye ezt az utat írja le. Na most ez az út a városokkal, a vírussal, ez sehova nem vezet, ezt mindenki érti. Tehát ha ez a fejlődés a éte betegeket, vagy meg boldogtalanabbak, akkor nem biztos, hogy szükségünk van erre a fejlődésre. Most a város az nem elég enyelentán meg, tehát ne hagyjuk magunkat elvinteni, hogy már az ókori egyiptomiak is meg úr, meg uruk, meg ezek a föld területének egy jelenlegtelen töredéke volt, egy pár kísérlet volt az akkori vírus létrehozására, de amikor igazán berobbantak a városok, azt tulajdonképpen a felvilágosodás kora volt. Hát akkor kezdett el összetömörödni az emberiség, persze meg ára volt, tehát állandóan járványok voltak, fizedelték a városi lakosságot, akkor kimenekültek falura, majd mi egy elmúlta, tudod, hogy Pest is, vagy bármelyik járvány, akkor visszatömörültek a városokba. Ugye ma azt mondjuk, hogy hát a város az igazán civilizált, mert itt van mindenféle kultúra, van kabaré, meg banánízű tampó, meg mindenféle nélkülözhetetlen dolog, és a falu az kultúrátlan elmaradott a múlté, stb. Most ez a rendszer, a falu, a falvak, ezek több száz, több millió éven keresztül szolgálták az emberiséget, és jól szolgálták. Az, hogy most egy kicsit elbűnültünk, az nem ok arra, hogy elfelejtsük ezt a rendszert. Jelen pillanatban a faluban lehet, akkor még nagyobb gondban, mint várossal. Egyszerűen következő miatt nincs falu. Tehát ugyanabból a Tesco-ból ugyanazt a szemetet tesszük, mint a városiak, tisztelt a kivételnek, és a falu az nem tudja magát ellátni. Tehát a falusiak azok jelen pillanatban bejárnak a legközelebbi városba, és ugye emiatt az úgynevezett ökológiai lábnyomuk, tehát a termés, mint a földre jelentenek, az nagyobb, mint egy városi. Tehát gondoljátok arra, hogy hosszabb vezetékek kellenek, te egy úr vagy. Szóval gondolom, hogy tisztán egy bíj, úgyhogy nem tudom, hogy hozzá merjek. Ide állítsam, jó lesz itt? Nekem jó, aztán jól kívánc azt is hozzá. Minden, te csak mondja, csak amit csinál. Tehát az ökológiai lábnyom az a vidéknek jelent pillanatban nagyobb, mint a városnak. Gondoljátok arra, hogy sokkal messzebbre kell a villanyfény, sokkal szórtabb a rendszer, ilyen tízemeletes hodája, még húznak egy strandot, és mindenhol folyik a víz. Itt valóban egy szét kell teríteni nagy területen, minden többet sem húzni, most mindez azért van, mert jelen pillanatban megfordultak a dolgok, és a városi lép tartja azért, mert a falu az nem önellát. Na most, annak idején, amikor eljöttem az egyetemről, nekem az volt az álom, hogy annyit kell tudni, hogy a háború előtt minden ötödik ember még tanyán élt. Tehát nem egy falu, hanem tanyán. És ez a Duna-Tisza közén minden harmadik ember tanyán élt. Tehát elképesztően sokan éltek tanyán, csak a legjobb kis önműködő rendszerek voltak, egy
egy normális panyának, tehát hogy nem állítermelésből értve önellátásból kellett egy liter petróleum, hogy egy kilós hetente. Ennyi volt az inputja, és hát ellátta a várost. Most azért egy picit kanyarodunk vissza a városhoz, hogy miért nem voltak városok régen. Azért, mert semmi olyat nem tudott termelni a város, amire szüksége volt a falunak. Pont. Ilyen egyszerű az élet. Egyébként ma sem tud olyat termelni, meg kell mondjam. Ahhoz, hogy el tudja magát tartani a város, ahhoz ilyen óriás poszterekkel kell reklámozni a különböző oltásokat, meg a különböző vegyszereket, meg a gyógyszereket, meg minden baromi fölösleges dolgot. Ezt ránk tudmálják, mi elég hülyék vagyunk ahhoz, és elég agymódosodtak, hogy megvegyük, és csinálunk egy probléma fenntartó probléma megoldást. Ennyiből áll a vélete. Mari néni, vegyük a következő alapszituációt. Mari néninek semmi baj nincs az én világon. Él a maga kis 56-57 évével, de semmi baj nincs. Ellen meg begurul a faluba egy EU által finanszírozott ingyenes egészségbusz. Már jelezni, hogy minden, ami ingyen van, akkor mi is itt van, meneküljetek, mert nincs ingyen vacsora, ezt minden paraszt tudta. Tehát megjön a kis mérőbusz, Mari néni oda tartja a karját, ingyenes vérnyomásmérés, úgyhogy ingyen van mind a két karját, oda tartja, és megmérik a vérnyomását. És a nővérke összecsapja a fejét, hogy jaj, Mari néni, magának a vérnyomása, mit tudom én, 160 per akármi, ugye? És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Hogy lehet forgalmat generálni? Hogy lehet gyógyszereket felírni? Hogy lehet műtéteket? Hogy lehet CT-ket emelni, stb. Mennyi a normális vérnyomás? Hány éves? Kiről van szó? Milyen típusról van szó egyáltalán? 120 per 60, egy kicsit alacsony, de ilyen 120 per 80 van ma az orvosi tankönyvekben. És hangsúlyozom, hogy ma, mert 30 évvel ezelőtt még az állt az orvosi tankönyvekben, nyugodtan nézzetek utána, hogy 120-hány éves vagy. És az embernek sűrűsödik a vére, ahogy öregszik, egyre kevesebb benne a víz, egyre jobban el van kövesedve, és ugye ahhoz, hogy ezt a sűrűbb vért átpumpálja, egyszerűen nagyobb nyomás kell. Tehát nem egy nagy mágia ez az egész, tehát magától megemeli a szervezet a vérnyomást. De hál' Istennek kitaláltak egy kurva nagy üzletet. Állítsuk el az értékeket. És ma minden lehet van. Majd nézzétek meg a vércukor értékeket, a normális vércukor értékeket, mennyi volt 30 évvel ezelőtt, és mennyi most. Vagy nézzétek meg mennyi Angliában, és mennyi Magyarországon. Nagyon érdekes játékok ezek. És a kutyának nem tűnik fel. 30%-kal alacsonyabbak Magyarországon, mint Angliában. Nézzetek utána ezeket, amit mondjuk. Na, szóval elég az, hogy Mari néni megkapja a nem létező problémájára az első halálos vérgét, ami egy vérnyomás csökkentő lesz. Szépen le fog csökkenni, beáll a gyári értékre a vérnyomással, ugye, amit az orvos szeretne látni, vagy inkább amit a gyógyszergyár szeretne látni, emiatt a gyógyszergyár által finanszírozott orvos képzésbe ezt tanítják. És megkapja az első halálos mérgét, ami úgy működik, hogy elpiszkálja a nyomásszenzort. Mint egy kazánnal a biztonsági szelepet elpiszkálnád, hogy jó lesz ez egy kicsit nagyobb értéke is elműködjél ez. Na, tehát mit csinál? Lecsökken a vérnyomás, és ugye mint amikor kiír a egyek közül a folyó, a völgyre, leteszi a kis szigeteit. Tehát megjelennek ezek a kis koleszterin szigetek, ugye? Na, erre megint van egy remek jó gyógyszerük, és ezt is ingyen mérik, képzeljétek. Tehát megkapja a második halálos gyógyszerét, ami egy koleszterin csökkentő lesz. Utána ugye ezt úgy tudják majd elintézni, hogy egy kicsit folyékonyabbá teszik a vért, akkor kimegy a vér a sejt közti térbe a vér, akkor adnak vízhajtót, stb. A vére általában vízhajtó és a szívgyógyszerek. És utána gémóver megy az ember a makkosba. Csak az a baj ezzel, hogy Mari néni még elkenyeget volna a 160-as vagy 170-es vérnyomásával 20-30 évig, tök egészségesen, mint ahogy az öregeink ezt csinálták. De megkapja a halálos mérgét. És innentől kezdve meredeken fog az életminősége lecsökkenni. És akkor biztos láthatok már ilyen öreg néniket, ilyen elefánt lábakon ugye, mert ugye teljesen el van vízesebb a gyógyszerektől, büszkén viszi a két szekkel gyógyszert az a patikát.
És még büszke is rá, mert eléggé el vagyok hítve, de engem a főorvos úr fog operálni. Ugye nem arra büszke, hogy egészséges vagyok, engem a főorvos fog operálni, én megtehetem. Szóval nem akarom tovább ragozni, én ezt úgy hívom, hogy probléma fenntartó probléma kezelés. Tehát csinálok egy problémát, és utána abból élek, hogy fenntartom. És ma minden így működik. Így működik az árvízvédelem, hát már 10-20 méterre magasabban folyik a folyó, mint a saját árvíze. Már lassan ott tartunk Kínából, már 100 méterre magasabban folyik a Yangtze, mint az ártere. Ezek kabarik. Bármikor nyakunkba szokatlak itt a vízvédelem. És ugyanakkor aszályban. Értitek? Van egy marhagy árvíz, és két év múlva már nyavajoknak a gazdák az asszályja. És nézzétek meg, itt volt nálatok a sárvíz például. Egész le a Dunáig el lehetett hajózni. Az Alföldön mai napig megvannak azok a templomok, a templom falában karikák vannak, ahol a csónakot kikötözték. Mert vagy gyalog mentek, vagy csónakkal, attól függően, hogy szekére, attól függően, hogy milyen idő volt. Nem akarták megerőszakolni a természetet. Minél inkább megerőszakoljuk a természetet, annál több fáradtságunkba kerül az egész. És emiatt van az, hogy együtt kell dolgozni. Most csak összehasonlításként gondoljátok el, hogy természetként másfél-két órát dolgozott naponta, tehát ennyi idejébe kerül, hogy előállította magának az élelmet, a ruhát, a hajlékot, a vizet. És mindezt még a Kalahári sivatagban is a világ leglehetetlenebb élőhelyén. Nekünk mennyi időbe kerül ez? Számoljuk már ki gyorsan, jó? Tehát van egy munkahelyed, ugye állásod van egy mozgó világban, tehát ügyes vagy. És akkor ez 8 óra általában. Ez egy-egy órát közlekedjük, legyünk optimisták, ez 10 óra. Utána otthon elő kell venni az ipari hulladékot a mélyhűtőből, azt fel kell melegíteni mikróval, az még lehet még 10 perc. A toalettkacsával körbe kell prüttyölni a vécét, az lehet, stb. Értitek? Tehát nem 8 órát, még nem 10 órát dolgozunk, hanem olyan 12-14 közt az számoltam. Tehát 10-szeresét dolgozunk annak, amit dolgozni kéne. Hogy sikerült idáig jönnünk? Pont így. Pontosan ezzel a módszerrel, ez mindenben megvan. És na fel se tűnik, értitek? 3 milliárd forint volt a Véda, ez a Tafipax rendszer. Szerintetek 3 milliárd forintért hány embert fognak megnyújtani? Hogy visszahozza az árat, mert ők sem hülyék. Sokat. Sokat meg fognak büntetni. Ez a sok ember ezt hogy fogja ezt a pénzt befizetni? Úgyhogy mint a töketlen kutya fog rohangálni egyik munkahelyről a másikra. És közben gyorsan. Értitek? És ugye ez van mindennel. Hát most gondoljátok végig azt, hogy egy MR berendezés, tehát ez a kája csörvével belehúznak, ami nem gyógyít, csak megmutatja, hogy mi a baj. Egy ilyen MR berendezés komplett cuccostól mindestől 1 milliárd forint. Ez hány embert kell széthajtani, hogy ezt az 1 milliárd forintnyi bört lehúzzák róla, és majd utána megmutatják, hogy hát magának a szívkoszorú erre van szétmenve. A sok stressztől. És közben folyamatosan stresszelik az ember. És a város soha semmi más nem csinált, mint önmaga és mások számára betartottatlan bennületet egy gyártót. Mai napig ezt csinálják. Mondjatok már egyetlen értelmes produktumot, amit a város csinál. És ami nélkül nem lehet élni. Egyet kérjük szépen. És nem tűnik föl senkinek. Teljesen el vagyunk hűtve, higgyétek el. Én amikor ezt megértettem, ezt a folyamatot, akkor hagytam ott az egyet. Én ebben nem voltam alapból részt venni. Szóval ez tényleg elképesztő, hogy... Na, mindegy, jó. Tehát ez körülbelül, még azért egyet elmondok. A gyerek remek jó ismereteket kap a bölcsődébe, az óvodába, az iskolába, a középiskolába, az egyetemen, az életről. Csak egy baj van, a gyerek az játszani szeretne, élni szeretne, nem ismereteket kapni az életről. És olyan kis egyszerű, most mondok egy tipikus probléma fenntartó probléma megoldást. Minden gyerek lassan diszlexiás, diszgráfiás, mozgássérült, értelmi sérült, stb. Hogy lehet ilyen gyerekeket előállítani, mit gondoltok?
mérgezésre. Fegyelmezésre. Sokkal egyszerűbb. Sokkal egyszerűbb. Már a születéssel lehet rontani egy gyereket. Már a születéssel. Most mondok valamit, egy tök egyszerű dolog. Tehát minden élő lény, ami viszonylag fejlettem születik, először is minden élő lény, ami utódot hoz létre, és nevel is, van egy olyan kapocs az utód meg a szülő között, ami egy életre beleik. Ez az első pár percben történik, úgy hívják, hogy implanting ezt a jelentőséget, vagy belésülést. Na most, ahol ügyes az út, tehát kipotyog a csikó, és már meg is legelni, vagy a birka, vagy az akármi, ahol ügyes az utód, ott az utódba épel. Tehát én például kertettem libákat, és ugye szedtem ki őket a kertetőből, és hát amikor kimolt az összes, akkor elindultam, és az összes elindult után. Ugye én voltam neki az imprinting, tehát én voltam az anyjuk időzőjelben, és jöttek utána, és nem lehetett levakarni hetekig őket, mert állva utána. Most ahol fejletlen az utód, ott az anyába ég bele az imprinting. Ez úgy történik, hogy normális esetben egy szülés, először megszületik a gyermek, ha lehet, akkor nem kikönyökölik belőle, meg nem oxitocin, meg nem mit tudom, micsoda. Amikor eljön az ideje, és a gyerek úgy érzi, hogy hajrá, akkor fogja, azt kipotja. Utána egy normális kultúrában azonnal, ha az anya mellére rakták a gyereket, egy másodperc késedelm nélkül nem törölgették, nem mázsálták, nem kapott ajszámot, nem kapott oltást. Ez egy hihetetlen dolog. Egy fél óra múlva az a gyerek, az igazán nehéz lesz. Miért kell azonnal lemérni? És akkor elviszik egy fél órára a nőtől, és közben megszűnik az imprinting. A bevésődési folyamat leáll. Ez hogy tudja a nő feldolgozni tudat alatt? Tehát mikor történik ilyen, hogyha szülök valamit, és nem rakhatom a mellemre? A halva születik. És ezért a nőbe kialakul az úgynevezett normális szülés utáni depresszió. Ennyi, így kell tönkretenni egy anyát egy életre, meg egy gyereket egy életre. A gyerek még ugye várná, hogy hát én nekem azt ígérték, hogy itt valaki várni fog, keblére ölel, hallani fogom a szívhangját, a bőre, sejmességét, az illatát, stb. Aztán bebugyolálják valami szarban, betartják a vízzel, azt állás. Tehát ezeket azért mondom, mert így lehet problémákat generálni, ilyen egyszerű. És arról már nem beszélek, hogy eszfeltre, ami a szülésről van. De normális esetben ugye a gyereket ráadhatik az anyán, és vártak, amíg megszületik a mikrofon. Eszükbe nem jutott elvágni a köldökzsinort. De, mert a köldökzsinór az utolsó pillanatig korrigál. Az utolsó pillanatig táplálja ezt a gyermeket. Akkor itt egy fél óra megszületik a véglepény, utána még egy 10-20 percig táplál, és utána szépen ez a pulzálás megszűnik. És akkor szabadna elvágni. Ma mi az orvosi technika? Jön ki szerencsétlen gyerek, pofánvágja egy reflektor, üvöltés, csörög, csattog, minden, ugye, ahogy a világra illik jönni, ebből lesz egyébként a heavy metal, mint imprinting, ezt csak mondom. És gondoljátok el, hogy azonnal elvágják a köldökzsinort. Mi történik? Szerencsétlen gyerek, én a öt fiammal egyébként, a második három fiam az már otthon született. Az elsőt lekéstevén is meg a bába is, de a második, harmadik, vagy a negyedik, a gyerek ott volt, és meg tudtam figyelni, hogy a gyerek ezzel nem is vett levegőt. Csak így percekedek, kb. Ennyi volt a lélegzetvétel. Mert nem kell neki levegőítve, és akkor szépen lassan elkezdett lélegezni. Most amikor elvágják a köldökzsinort, akkor a gyerek rákényszerül, fulldoblik, nem kap levegőt, tehát vesz egy mély levegőt és felüvölt. Mert fáj neki. És ekkor mondják, hogy milyen szép egészséges hangja van. Na mindegy, nem akarok cifrázni itt a dolgokat, ezt csak azt szeretném megmutatni, hogy tele vagyunk beégett hülye tudásosan. Az egész életük így van elcseszve. És emiatt vagyunk betegek, hogy boldogtalanok. És ugye ezt adjuk át a gyerekeknek. Ezt kéne állítani, ezt a folyamatot.
Én úgy látom, hogy ezt jelen pillanatban a városon nem lehet megcsinálni. Én ezért mentem egy tanyára, ez vázol, mi gázunk, se villanyunk, se gázunk. Kicsit nehézkes ott az élet, de sokkal szebb is voltam, mint városon, és értelmesebb. Úgyhogy erről szeretnék egy pár szót mondani. Én úgy látom, hogy a városnak semmiféle jövője nincs. Tehát a város egyébként maga mond halálosítéletet a város maga fölött, ezt nem tudom, mennyire ismeritek azt a tényt, hogy a ugyanaz városba költöző vidékinek még 2-3 gyereke van. A következő generációnak 1-2 gyereke, és a harmadik generációnak 0-1 gyereke. Tehát saját magát, ez az életforma, ez a létforma, ez halálban költi. És nyugaton épülnek a szintén lakótelepek. Ez kurva kényelmes az élet. Tényleg marha kényelmes. Ha akarok, folyik a víz. Ha akarom, elmér kefélek a szomszédpark. Kész, ennyi. Nem kell, nem, nincs felelősség, nincsen kapcsolatok, semmi nincs. Oda megyek dolgozni, ahol akarok, majd valahol el akarom a senkelet egy irodába, kapok egy kis pénzt, minden rendben van. Nem kell más. Csak éppen meghal az ember, és nem is az a baj, hogy meghal az ember, tehát hogy eleve nem halálra ítéli magát, hanem a lelkét öli meg. Tehát minden betegség azért van, hogy a lelkünket kivégye. Ezért van ennyi beteg ember. Na, nézzük meg egy kicsit, hogy mit tud adni a vidék. Egyáltalán mennyi földre van szükség. Tehát vegyük elő. Tehát újra tervezés, mint a GPS-t. Ugye, zsákutca, mit csináljuk? Most nem tudom, mennyire nézitek az ingatlan hirdetéseket. Jó, biztos, hogy nem Székesfehérvár környékén, de itt Zalába, Böcsejbe, Zemplénbe 1-2 millió forintért állnak parasztállított. Most 1-2 millió forintért nem térkövezed le az udvarot. Ezért van egy házat adnak kerttel. A kert az mindenhol úgy lett megállapítva a nagysága, hogy a gabonán kívül minden ellássa a családot. Tehát gyümölcs, zöldség, majorság, tér a tyúkoknak, egyebeknek. Tehát gyakorlatilag már ebből meg lehet élni. Már ebből meg lehet élni. Aztán az új agrár technológiák, ami mégis nem új. Tehát egyszerűen elkezdték nézni, hogy működik a természet, elkezdték nézni, hogy miért szalad talaj a szántóföldön, miért jó az erdőben. Van egy, ja, most már tudok írni. Mindenkinek kapjuk fel a figyelmet, hogy nagyon fontos valamire. Gyulai Ivánnak hívják, az Ikotörő Miskolci Ökológiai Intézetének vezetője, és van egy ilyen módszer, hogy mély mulcs. Most egy mély mulcsos földművelés, az azt jelenti, hogy egy ilyen öt, tehát elég neked egy 20x20-as terület, hogy egy családnak mindent lehozni. Egy lényeg van, hogy viszonylag az elején sok bevitelt kell csinálni, hogy teljesen tökre vannak rendben a földjeink. Gondoljatok arra, hogy elmész egy erdőbe, hogy belesütmed a lábad a talajba, és beletúlsz a talajba, és még tényleg nem a talaj, nem fagy le. Azért, mert dolgozik az életben. Tehát nézzük meg, hogy mit csináltunk, hát itt is természetesen a hibás tudásokkal sikerült elérni ezt a probléma, fenntartó probléma kezelést, hogy már mindent, tehát már segélyezni kell a parasztokat, valami termeljenek, stb. És gyorsan nézzük már még, hogy mi az, amit az élet szeret. Tehát neki is vannak törvényei, mi az, amit szeret. A belső az a biotömeg. Biotömeg az azt jelenti, hogy minél nagyobb élő tömeg jelenje meg az a területen. Tehát gondoljátok el, képzeljétek el egy erdőt a 20 méteres fákkal, meg a 10 méteresenkkel, meg a cserjékkel, meg alatta mindenféle bilingmasszal, ami nő az erdőbe, és ezt hasonlítsátok otthon össze a szép gyepbe.
És látjátok, hogy mi az, hogy diogenik. Tehát minél több élőlény, minél több területen. A második ilyen az a biodiverzitás, de inkább azt írom, hogy sokszínűség. Sokszínűségnek az a jelentősége, hogy a természet azt szereti, a természetnek a lényege és alapja az együttműködés. Minden élőlénnyel együttműködik. Így alkotja ezt a hihetetlenül bonyolult valamit. Igen. Tehát úgy működnek együtt, hogy mer-nyer stratégiát. Na most, ha nincs együttműködő rendszer, akkor tulajdonképpen elszegélyedik az élet. Tehát gondolom, sokan tapasztalják a környezetükbe, hogy mindenki allergiás mindennek. Tehát a gabonára, a mit tudom, hogy minden szar, a tejre, stb. Na most mi miatt van? A fő oka az az, hogy ez a gabona nem az a gabona, amit ezer éveken keresztül öltek. Tehát figyeljetek! Ha 100 hektár, akkor nem csak a fajtában van a baj, a tönköly ugyanolyan szar, hogyha nem kapja azt, ami jár. Tehát az a baj, hogy nézzétek meg, tehát egy ilyen monokultúrában nincs együttműködés, egymást elő tudják csak elvenni a tápanyagokat. Nincs olyan, hogy itt a fa fölhúzza 50 méter mélyről a vizet, ott átadja, mikor 20 méternél a cserméknek, a cserék átadják a környezetekben lévő füveknek, stb. Nincs ilyen. Ott mindenki magára van utalva, minden büfisztetni kell, mindent oda kell vinni. Ezt Izraelben úgy oldják meg, hogy ilyen hatalmas öntöző rendszerek, számítógépes öntözés, és gyakorlatilag például kőzetgyapotba termelnek. De már sajnos már itt is Szeged környékén, ugye vegyél magyar árut, ugyanazt a szemetet fogod kapni. Már nem talajra. Ahhoz, hogy élet jöjjön össze, ahhoz a négy elemrendszernek együtt kell működnie. Tűz, víz, föld, levegő. Ebben nincs benne a kőzetgyapot. Most ebben az a probléma, hogy csak egymás elő tudják elszívni a tápanyagot, és ugyanazt a tápanyagot, és 30 éve, 50 éve ugyanaz a földön termelnek. Érted? Teljesen ki vannak zsigerelve a földek. Még nagyobb probléma, tehát például ezért nem működnek ma a gyógynövények. Tehát nem tudom, hogy próbáltatok egy kamillával, hogy egy gyulladást csökkenteni. Nem fog menni. Miért nem fog menni? Mert 100 hektáron kamillát ültettek. Nem úgy van, mint régen, hogy volt egy ló után kötözhető ilyen geregye, ortovágya összegerevézték, berakták vagonokba, és egész Európának kiszállítottuk a kamillát. Nem az van. 100 hektáron kamillát termesztenek, jön egy kombány, letolja, egyet paraszt. Szóval ezért nem működnek ezek a dolgok. Az alapvölgyi székeken is termett a kamillát. Persze, hát szikfű. Tehát annak az eredeti beleme az az, hogy szikfű, a szegfű. Ez ebből lehet. Ezt csak mi megjegyzem, hogyha valahol már szik van, ott nagyon nagy baj van azért. Hogy lehet sziket csinálni? Akkor nézzük meg, jó? Mert ebben kifejezetten profil vagy. Tehát képzeljétek el, hogy van egy alapkőzet, ami ott morzsolódik. És a talajnak tulajdonképpen két fontos rétege van. A felső réteg az olyan élőlényekből áll, amiknek kell az oxigén. Ezért a természet mindent meg is csinál az oxigénzőtasra. Tehát itt vannak a vakondjáratok, a pocokjáratok, a gilisztajáratok. Tehát egy komoly szellőző rendszer van. És ennek az a dolga, hogy ezeknek a mikroorganizmusoknak eljutassa az oxigént, ugye, és ezek oxigénnel élnek. Alatta van egy olyan réteg, aminek pedig nem kell oxigén, sőt káros az oxigén, ezek más kémiai folyamatokkal dolgoznak, ezek is élőlények. Baktériumok, gombák, stb. És a kettő határ felületén van egy nagyon érdekes életjelenség. Tulajdonképpen itt van az a hihetetlen internet, ami minden összeköt. Nem tudom, hányan láttátok az Avatar című filmet. Na, az nem egy képzelődés, az valóban itt van. Tehát a gombák, azok átveheti lények az állatok és a növények között, és mindent a gombák kötik össze. Minden. És képzeljétek el például a mikoriza, tehát a növénynek a gyökerén élő gombák, azok úgy működnek, hogy van egy
van a gyökérnek egy finom struktúrája, ugye a hajszálgyökerek, és ott kezdődnek a gombák. Ott kezdődnek a gombák, ami ennek, hát mi ugyanígy működünk, hát egy sejtünkre 10 idegen sejt jut a bélforrából. Tehát gondoljátok el, hogy kb. 1 milliárd sejtünk van, és 10 milliárd velünk szimbiózisban levő élő lényel bennünk. Tulajdonképpen ők parancsolnak. Ezért vagy csokit szavaz. De nekik az kell. Miért arról, hogy beszélünk, most egyelőre egy picit erről beszélünk. Tehát képzeljétek el, ezt most kezdték el vizsgálni. Mert ugye mi már mindent tudunk. Minden tudás egyetlenek, mindent tudunk. Hogy gondoljátok el, hogy ezeket most kezdték el vizsgálni, hogy kiad egy parancsot a növényből, amikor észre van szüksége. És egy percen belül ez a gombahálózat odaszállítja a rezet. Cserébe kap egy kis cukrot. Ugye nyer-nyer stratégia. Ő nem tud fotoszintetizálni, nem tud cukorozni, de a növény az ellátja. Tehát így működik minden. Na most mi a baj? Az a baj, hogy ez a kurva okos, meg mit szoktak már mondani, hogy civilizált, meg művelt, meg minden tudó ember, ez ennyit nem tud, hogyha én egy ekével belevájok, akkor az ekének az a lényeg, hogy megfordítja a földet. Nem tudom, melyik valamit találtak ki, de agyon kéne. Na most, amikor ez lekerül, ez megfullad, amikor ez felkerül, ez elég. Tehát ez egy kettős talajrombolás. És évezredek óta ezt csináljuk. Nem tudom miért, még egyszer mondom, mert minden normális nép ásó botokkal dolgozik, és az ásó bot csak megkarcolja azt a felszín 5 centit, és úgy ültetnek. Hogy miért volt ilyen, mi az emberiség, nem tudom. És ezt egy ilyen óriási találmányként. Nem mondtad ezt csak. Ne haragudj, nem te a szemben, ne haragudj. Egy mondat csak. Azokon a területeken, ahol a humusz réteg nem 30-50 cm, hanem több méter, ott nyugodtan meg lehet forgatni a talaj felszínét, de ott, ahol 5-6 cm van csak, ott viszont óriási kárkat csinál. De várjál már, ahol egy méter a humuszot, ki nem forgatnád. Tehát ott nincs értelme. De ott nem okoz kárt. Itt azért találták ki, mert kiirtották ezt a... Tehát már nem volt szellőző rendszer, és hogy ugye púljon a föld, de nem púlja fel a föld. Sőt, olyannyira nem púl, hogy van az úgynevezett eketalpnak a jelensége. Az eketalp, azt úgy képzeljétek el, hogy ahogy ezt húzzák ezt az ekét, ez mindegy letvas, szépen úgy csinál egy betonrétegét. És emiatt vannak a belvizek. Gondoljátok el, ennyi. Emiatt nem tud lefolyni a víz, és akkor hatalmas területeken megáll, és mindent megöl. Na mindegy, szóval haladjunk tovább. Az a lényeg, hogy ezzel gyakorlatilag év ezredek, százezredek munkáját pár ember ölt valaki lehet tenni, többre is tették. Tehát jelen pillanatban olyan állapotban vannak már a magyarországi földek is, hogy az valami katasztrofális. Majd beszélek a megoldásra, mert nem olyan nagy mágia. Tehát amit mi én csinálunk, tehát az a jó a teremtésben, hogy mindent lehet gyógyítani. Mindent. Még a halálos betegés utolsó pillanatban megszólaltunk. Na, elég az hozzá, hogy sokszínűségért tartottunk. A harmadik ilyen az az, hogy talajborítás. Talajborítás. Tehát ami ma van a mezőgazdaságban, gyakorlatilag három hónap a vegetációs idő, egyébként szép barna föld van, de már nem barna föld, fehér. Tehát figyeljétek meg, hogy ma már fehér a föld. Szürke, világos szürke. Miért? Azért, mert a fekete szint a szén adja, a húzba levő szint. Nincs már benne szint, elégett. Még egy hibás tudásra ad, hívjam fel a figyelmeteket. Ugye azt mondják, hogy a globális felmelegedést azt a tabantó tűfogó gázzal, meg most a legújabb, most a tehénfím, amire ráfogják, hogy azt csinálja. Figyeljétek már, hány tején kell ahhoz, hogy annyit fingjon, mint amikor egy hektárral eltűnik évente mondjuk egy olyan 100 tonna szén. Elég. 100 tonna. Elég 100 tonna. Mennyit kell fingania és hány tejének, hogy 100 tonna széndioxidot ufogjon ki, és gondoljatok arra, hogy ez csak egy hektár. Szóval iszonyos, hogy miket csinálunk. Tehát gyakorlatilag a globális felmelegedést a mezőgazdaság okozza. És hál' Istennek a tudósok is kezdik belátni. Tehát szépen lassan
rájönnek, hogy mi kell a csövegokat csinálni. Na, elég az hozzá, hogy a talajborítás az azért fontos, mert amíg talajborítás van, addig szín kerül a talajba. Tehát minden élőlénye szeret köt meg. Te a csontozatodban, a növények, a szöveteinkben, minden a korallokra, a vázunkban, tehát minden szeret köt meg. Tehát ha élet van rajta, akkor a szín az dúsul. Tehát ez, amit ma csinálunk, hogy végre ezének levágják a kukoricát, vagy levágják a búzát, azt felszántják, hát ennél nagyobb baromságot nem lehet csinálni. Nem lehet. Nagyon hosszan kéne gondolkodni, meg még egy akadémiát föl kéne állítani ahhoz, hogy ilyen baromságot ki tudjanak találni. Mi a megoldás? Az a megoldás, amit régen is csinált a paraszt. Tehát például, amikor az abot meg a bükköt, lucernát ültetett egyszerre, ugye mit csinált? Levágta. Mind a kettő elindult a növekedésbe. Nyilván az alma az jóval erős teljesen növekedett, az beárnyékolt a lucernát, ezáltal megvédte a kisüléstől, és amikor letolták az abot, akkor jöttek, kicsattatta a lucernát. És fedve volt minden. Még egyre szeretném felhívni a figyelmet, erre kimentek egyszer divat volt. Tehát például volt az úgynevezett három nővér. Azért mondom el, aki falusi, ezzel biztos, hogy találkozunk. Ez az, hogy egyszerre ültették a babot, a tököt, meg a kukoricát. Ennek az lett a következménye, hogy egy hektáról annyi kukoricát vágtak le, annyi tököt és annyi babot, mint hogyha külön egy hektár lett volna. Miért? Mert szimbiózisban működtek, nem zavarták egymást. Ez a jövő, hogy ilyen rendszereket kell ültetni, amik együtt tudnak működni, és amik, ha nagyon muszáj, akkor egyszerre gépesíthetők. Vannak ilyen módszerek. Na, elég az hozzá, hogy talajborítás, és negyedik, az a szukceszió. A szukceszió azt jelenti, hogy minden egyes területen, éghajlaton, stb. Fölépül valami csúcs élővilág. Az arra a helyre adott legmagasabb rendű együttműködés. Tehát bármilyen megsérül, akkor a természet marha erőkkel ezt megpróbálja újraépíteni. Most ezt úgy képzeljétek el, hogy például a dél-amerikai indiánok úgy műveltek földet, hogy őserdőkben laktak el, mint egy 40-50 méter magas fák közt. És tisztásokat égettek. Nem így, mint a fehér ember, hogy felnyújtom egész Brazíliát, Argentinát, meg ide, hanem úgy, hogy amennyi nekik kellett, azt a 2-3 hektáros kis léket megcsinálták az őserdőbe. Ugye sérült az erdő, elkezdte önmagát gyógyítani. Ez a folyamat a szukceszió, az öngyógyításnak a folyamata. Tulajdonképpen az immunrendszer, a föld immunrendszer beindul ilyenkor, és marha nagy erővel nézzük, hogy normálisan mennyi sejtet cserélődik ki. Ha lekaparod a bőrödet, vagy valami megsérti, akkor egy sokkal gyorsabb folyamat fog beindulni. Ezt ki lehet használni. Tehát ott is azt csinálták ugye az indiánok, hogy először a légbe olyan dolgokat ültettek, amik ilyen fűfélék voltak, mindenféle halászosok. Utána már nagyobbakat, mondjuk kukoricát, stb. Utána már gyümölcsfát, és így a végén kakaóval cserjétetek, utána gyümölcsfákat. A végén szépen újra épült az erdő, és közben mindig a szukcessziónak megfelelő fokozatba bőségbe ontotta azt, amit adott. És több ilyen lég volt, az egyik kukoricát vadásztak, a másikból, stb. Stb. Tehát ezt is fel lehet használni, ehhez annyit kell tudni, a Kárpát-medencének az ősnövényzet, az nem azt jelenti, hogy ezt a hülyember hozta létre a legeltetésére. Az eredeti növényzet az az erdő. Ami Erdélyben meg is maradt, ugye erdő elmesett. Mi vagy ilyen pessimista? Ja. Nem, már kivágják az Erdélyet. Hát kivágják, így van, meg az emberek is meghalnak. Nem baj, hogy túléljük. Meg most a nap se süt. Boldogabban vagyunk, akkor na, tehát az a lényeg, hogy ezt a folyamatot is lehet használni. Ha ezt a mindent egyszerre használod, akkor gyakorlatilag létre tudsz hozni egy olyan művelést, hogy csak szüretelned kell. Egyszer létrehozod olyan, mint egy jó beállított akvárium. Ha egyszer beállítod, akkor utána már csak bámulnod kell. Megfogni az aranyhalakat, három kívánságot.
Most ezt meg lehet csinálni, és egyre inkább látom, hogy nem is olyan bonyolult. Először Gyula Iván féle módszert mondom, mert az a legegyszerűbb, és ezt mindenki egy kis kedvel tudja csinálni. Tehát le kell, de itt egy kicsit fölkapírgálod a földet, tehát mondjuk ilyen rovival, vagy bármivel egy kicsit megkarmászod, hogy vajon felületen essen, és leszorod szarmás trágyával, tehát valami éstáló trágyával. De ez ilyen 50-60 centi vastag. Tóth Feni Gödöllőről is erről beszélt. Akkor el sem mondom. De megnézzük. Az a lényeg, mi a jó ebben a rendszerben? Az, hogy elkezdi lebontani a természet ezt a rendszert, ez úgy néz ki, hogy élőlények milliárdai fognak benne lakni, és miután elég vastag ez a réteg, nem fog télen se lefedni. Egész télen miliszták például hordják le a trágyát. Csinálják a szellőző járatokat. Utána megjelenik a milisztára a vakondot, megcsinálja a metróalakutakat, utána stb. Utána elszaporodik majd a pocok, megcsinálja a kisebbeket, utána jön majd a sikló, megcsinálja a pockot, stb. Tehát ez egy komplex rendszer, és létrejön, ugye létrejön a sokszínűség, létrejön a talajborítás, beindul az processzió. Na most nagyobb magmakat rögtön bele lehet az alászolni, tehát amikor rakod le ezt, ezért már alattól is alá krumplit, ami ilyen nagyobb darabot valami elképesztő bőségbe fog teremni. Aztán a kisebb magmaknál még termítni bele ilyen kis ékeket, amikor már összeérik ezt, ha most megcsinálhatod, ez tavaszra egy ilyen 5 centisre összeszottyad, a szépen elkapálod és lehet tetni. És egy picit visszatakargatod, nem kell se takargálni. Na, elég az, hogy egy 20x20 méteres ilyen területről egy családnak kényelmesen lejön a élelmiszer. Ökobio, Enviro, ráadásul több minden miatt egészségbe fog tartani. Az egyik az az, hogy kidobhatod majd a wellness bérletedet, mert ott a paraszter, mert szoráriumban ugye ráadásul ugyanazokat a mozdulatokat, amiket megcsinálnál, ilyen aerobikon, meg mit tudom, kaszálni is lehet ugye ez a mozdulattal, meg romlálni is lehet, meg fát vágni, érted? Tehát gyönyörűen a mozgás, ami az egyik legfőbb betegség okban. Figyeljétek, ez a szervezet nem, hogy mozgásra jött létre, tudjátok mire jött létre? Futásra. Az emberi test futásra készült, a leggyorsabb állat a világon az ember, ezt nem tudom, hogy tudjátok. Bármilyen állatot futunk. Bármilyen állatot, mert akár 24 órát tudunk futni. Mármint, hogy nem mi, hanem a normális emberi ember. Tehát ez hihetetlen. Na, tehát a legfőbb mozgás, vagy a legfőbb betegség ma a stresszen kívül, mert a vezető, az az, hogy nem mozgunk. Nem mozgunk. És emiatt, amit a természet nem használ, azt lebontja. Érted? És akkor előadja az orvos, hogy hát magának elkopott a csípő ízlete, nézek ki a fejemből, hogy ennek a faszinak, hát még az életben nem mozgott 5 métert. Mitől kopott volna? A nagyapjának elkophatott volna, aki kibiciklizett 5 km a földre, ott 10 órát elkapált, és utána hazabiciklizett, és ott még átotetetett, stb. Annak elkophatott volna, de annak érdekes módon nem kopott el. Nem gyanúsak ezek a dolgok? A pont fordítva működik minden, mint amit nekünk előadunk. Ezeket hívunk úgy, hogy a hibás tudások világa. Tehát úgy működik az élet, hogy amire már nincs szüksége, azt építi. Tehát ha te nem mozgatod a lábadat, akkor egyszerűen leépik el. Mi a felének neked a láb, ha nem használod? De ugye ez van minden. Füllel, szemmel. Hát nekem az egyetemen, amikor befejeztem az egyetemet, 6,5 dioptriás volt a szemben. 6,5 dioptriás. Pusztán csak ezért, mert soha nem néztem távolba. Na, most már hál' Istennek csak másfél, úgyhogy fejlődő tendencia. De szemet elég megyünk a biztonságban. Jó, akkor most egy másik módszerről szeretnék pár szót beszélni, ami igazod ellen működik. Ja igen, tehát és a szélére ütesz gyümölcsvákat, stb. Tehát gyakorlatilag ha veszel valahol egy házat 2 millióért, ami a mai építőanyag árnak kb. Egy tizede,
akkor meg tud csinálni ezt a rendszert. De akkor miből félek, miből fog kérni? Tökélynek, bármiből meg lehet kérni, ez megint egy ilyen hibás tudás. Figyeljetek, százezredekig eltartott minket a Föld. A másik meg az, hogy bármilyen tocsikolásból meg lehet kérni ebben a világban. A PEAC segélynek, így is fölösleges dolgot csináltok, meg mi is. Teljesen mindegy. Tehát akkor meg már egyébként van egy nagyon barátom, az kályhajtókat tölt, abszolút svarcban, se cége, semmilyen nincsen. Ő úgy döntött, hogy neki ahhoz, hogy ő kényelmesen megéljen, ahhoz heti 200 ezer forintot kell keresnie. Tehát berak 5 darab kályhajtót a Mercedes-ébe, a kombi Mercedes-ébe, és elindul. És azt egy fél nap alatt eladja, mert ugye ő nem hajlandó többet gyártani, mint 5 darabot hetente. Nem csinál magának konkurenciát. Értitek? És akkor követelőznek a izékre, a kályásmesterek, meg a boltok, hogy hát nem tudunk többet gyártani, ez egy kis üzem, stb. Egyébként gyönyörű, tehát ilyen szarvasos, ilyen szkitta szarvasos kályátokat csinál. Na, elég az oda, hogy valahogy így kéne érni, fordítva ők a lovon. Tehát meg kell nézni, mennyi pénz kell neked, és elő kéne állítani valami olyan dologból, amiért lelkesedsz. Mert amiért lelkesedsz, abban te vagy a legjobb, igaz? Hiszen marha sokat foglalkozol vele. Emiatt te vagy a legjobb, emiatt meg is fizetik. Csak mi önként jelentkezünk rabszolgának, amerikai típus önért rajzol. Már nem kell egy lasszóval fogni, meg fegyveres őrség, meg szögerdót, majd te oda mész, még kapod is a kis rabtáblát a nyakadban. Ugye, meg vagy melyik cellát nyithatod is, melyiket nem. Ügyes, erre mondja az izó, hogy amikor leszáll a reptéren, tudjátok elkezdni ezt is fejtik a viccet. Oda megy a kúra automatához, bedob egy izét, semmit nem ad ki az automata. Megint bedob egy pénzt, megint sem. Megint bedobja, megint sem. Ügyes. Mert ez ügyes, mert ezt így kell csinálni. Ezt így kell csinálni. És csinálják. Mi meg elég hülyén vagyunk, hogy taszatunk. Ügyet. Ötödiknek még a hőmérsékletet én oda tennék. Hőmérséklet? Tudod azt változtatni? De hát a sokszínűséget sem így csinálunk, hanem magától jön. De hát a hőmérséklet is magától jön. Igen, azért érdem oda. Én annyiban igazad van, hogy ma már árnyékolás nélkül gyakorlatilag nem lehet megöbölösen úgy csinálni. Tehát ha nem raksz el egy rázsra, állod, akkor mindenki. De ennek egy fontos része, hogy itt mellett. De figyelj, a mély múlcs az megcsinálja ezt. Azért, mert figyelj, a mély múlcs nem csak ezt csinálja, ez mindent megcsinál magának. Tehát ahhoz, hogy megteremtse magának mindent az élet, ezeket kell hagyni. Utána megcsinálja a hőmérsékletet, a pH-t, a mindent. Van videó is. Kinek van videó? Ott van. Meg az ilyen mezőgazdasági boltokban van egy könyv a talajról, én azt egy barátomtól kaptam be, és abban minden le van, ez is. Kinek a magyar szerző, egy vékony kis könyv, ami 200 forintokért lehetett volna. Jaj, ezt a izény. Ilyen zöld könyv, és az a címe, hogy talaj. Egy férfi ember volt a... Dózs Ferenc. Nem a Ferenc csinálta. Nem ismerem a... Mindjárt nagy székelyből, hogy szóval... De a felesége neve jut eszembe, ő Bocsó Renát. És leírta a talajfajtákat, hogyan lehet javítani, stb. Fotókkal. Tehát nem csak az van, hogy elmondja, hogy mit, milyen az agyagos talaj, vagy ez, hanem akkor ott... Jó, hát az élőben az még jobb lenne, de legalább fotó van. Figyelj, ha elfogadtok egy tanácsot, álljatok neki, és kezdjetek el kísérletezni. Mert ha már nem lesz kaja, akkor már nem lesz kísérletezés. Tehát most kell, amíg még büntetően megcsináltad, mert elkurod, hogy a Gyurcsány testvér mondaná, akkor bemész a Tesco-ba, azt megveszed 999-et. És jó? Tehát most mire véges csinálni? Legalább ennyit, hogy lebúcsolni az. Na, ami komolyabb, van-e köztetek olyan, aki gazdálkodik már a területen? Kis területen. Van. Na, akkor elmondok egy másik módszert, de engem annyira érdekelt, hogy megint Brazíliáig szóltam, értem. Van egy svájci faszi, egy genetikus,
Ernst Göcs, és ő egy olyan, és ő Brazíliában él, egy olyan módszert talált ki, ami szerintem zseniális, gyakorlatilag hasonló adottságú földeken dolgozik, mint itt. Tehát ott a kontinens belsejében ugyanilyen száraz területek vannak. Annyit kell tudni, ott is ős erdő volt, jött a hülye ember, fölégette, azokban az 50 méteres fákból egy méteres parázs lett, ami napig égett, úgyhogy mindent égett a talajból. Nem csak az élőlényeket, hanem a magokat is. Tehát semmiféle meggyújulási rendszer lehetőség nincs ott a földbe, úgyhogy ezt ezeknek a helyén legelünk, tehát vetettek, ugye hát az egy gyakorlatilag majdnem egy műtárgya, amiben vetettek, tehát ott minden ásvány meg volt, ami kell az élethez, de el is tűnt. Tehát ugye vetettek gyepet, pár évig legeltettek marhákat, ugye Brazília a legnagyobb marha exportőr a világon, és pár év alatt felérték, az erózió elvitte, és ott vannak a félsivatagok. Ilyen félsivatagokat állít helyre az ügybe, a következő módszerrel. Tehát fasávokat csinál, fasávokat ültet, úgyhogy minden területen, ami megél a növényzet, még az Atacama sivatagban is. Tehát olyan növényeket kell keresni, amik megélnek ezen a teljesen tönkretett földön is. Most ezek általában invazív növények, tehát nem oda való növények, hanem olyanok, akik lényegesen rosszabb körülményekből jöttek, és ott meg tudnak élni. Ez nekik egy paradicsom, ez kb. Olyan, mint a migránsok. Nálunk. De tönkretettük a Kárpát-medencét, a magyar nők nem hajlandók szülni, de vagy a migráns keresztül. Van, hol van a pálmát. Egyesen mindegy, mivel, de akár mindent lesz itt. Ahelyett levő körülket építhetik a nők. Ja, nem úgy értem, hanem a banánpálma az, amit van. Banánpálma. Ami felnő és akkor után. Hát itt egyébként az Ernesto az eukaliptuszt használ, ami abszolút ideg, az olyan, mint nálunk az akác. Viszont a ég által is megjön. És azt csinálja, hogy erőtet ilyen fákat is, ősoros fákat, mindenféle fákat, hihetetlen biodiverzitást ültető, azt csinálja, hogy van egy ilyen nagy laborja, összekever minden magot, és akkor szépen megy és szórogatja. És kicsiben csinálja? Kicsiben? Hát 17-ek nem tudom, hogy kicsit, de ezt ő kézzel ültette. Tehát ezért is szereztek azt, hogy ez nem egy ilyen átlagos nyugatani ültető. Leülést osztani. Köszönöm szépen, úgy néz ki, mint egy csöves. Mint egy hajléktalan, és Sándor láncfűrész van kezében. Tényleg, gondoljátok, hogy a São Paulo-tól még nem tudom hány ezer kilométert repültünk, egy barátom mondott meg oda, egy São Paulo-ba élő barátom, hogy ilyet még nem láttál, nézd meg ezt a módszert, stb. És addig kapacitátúja elmentük, és ez nem nagyon szokott így fogadni embereket, úgyhogy oda mentünk, hogy lehet, fogad, hanem akkor repültünk egy jót, hogy pár mondat meg Magyarországnak, hogy mit akarok, és akkor megnyílt, és tényleg egy csodálatos ember. Na, elég az, hogy a következő csinálja, eukaliptusz. Tehát ezek elkezdenek nőni, és állandóan vissza fogja vecceni az alsó ágat. Ezeket lemetszik vissza ide. Meg mindenféle pálmát ültet, vagy banánt ültet, a banának hatalmas öltömege van, azt is visszaburcsolja. Most gondoljátok el, hogy például ő 6 méteres eukaliptusz fát akar, mert az lehet gerendán is róla. És hagyja ott a látnak? Persze, ez a lényeg. Igen. És a pálmás... Nyugodtan szóltunk be. Csak jó. Csak egyszer kezdünk azt. Na, az a lényeg az egésznek, hogy a természet nem hülye. Tehát ha egy élet kioltódik, akkor nem bontja vissza nullára, hanem minden élőjének van egy éterteste, vagy életteste, és ezt az élettestet fogja átadni a többi növénynek. Tehát nem MPK-ra fogja ütni a foszforkát, hanem egyébként ki tudják próbálni otthon, annyit csináljátok, amikor a szépző gyepet nyírjátok, akkor ne rakjátok ki a kukáskocsinak a szépző gyepről leülőket, hanem újcsoljátok le vele a gyümölcsfát, vagy bármilyen fát. És nézzétek meg, hogy 20 centis hajtásokat fog húzni egy-egy búcsolás után.
így működik az élet. Akvariumosan. Az életnél is élni akarod. Na és akkor azt csinálja, hogy amikor elérje a 6 métert, ugye már itt semmi nincs, mert ezt már levágta ez a szadistván, akkor elkezdi ezeket langosni. Tehát láthatok már ilyen megcsonkolt akárcokat, de ő teljesen visszacsonkolja. És akkor ilyen 6 méteres ilyen törzseket fog kapni, és közben alatta nő a többi fa. És közben alatta nő a kakaócserje, alatta nő a mandióka, stb. Stb. Tehát egy ehető erdőt hoz létre. Innen ide is lehet ültetni, ha jó a talaj. Ha nem jó a talaj, akkor annyit kell csinálni, hogy pillangósokkal bevetni. Én például magfalva ezt csinálom, mert ott 6 hektár vagy 6 aranykoronás földjeim van. Tehát az ilyen tüzérkényőségű homok. Erre ide hűnyírozunk, egy ilyen kis hűnyíró kidobós traktorral. Mindig úgy megyek, hogy a zöld sávokra, tehát ezekre a sávokra koncentrálom az életet. Tehát ez a lényeg. És hihetetlen gyorsan föl lehet építeni a nullára egy erdőt. Tehát gondolom, hogy 10 méteres ez a sáv, ez egy méteres, az azt jelenti, hogy meg 10-szerezed az életerejét ennek a sávnak. Én megölcsölözöd, mert ugye két sávnak, bár egy oldalra is lehet dolgozni, meg 10-szerezed az életerejét. Egy hihetetlen jó koncert, és a Dunatisza közén, ahol annyit kell tudni, hogy már megjelenik a félsivatagi növények. Tehát gyakorlatilag ma a Dunatisza közén az félsivatag. Úgyhogy egyszer már majdnem sikerült elsivatagosítani, ha nem lett volna az akác, akkor most egy beduin sátorban beszélgetnék ezekről a dolgokról. Tehát az akác fogta meg, amit most hálából az erdészet hivatalból írt. Igen. A világ egyik legjobb fája. Most invazív fa, invazív fa. Én akácot ültettem, és nyárfát, ilyen táplálékfának, és hát én bölci parackot, mert imádom a parackot, a lefát is, meg a párokát is. Azt, hogy meggyógyul vagy. És megvan a bölci parack köztel. Énként ez megint egy hibás tudás, ugye mondjuk a bölci paracknál az vagy 5x5-ös térállásba kéne ültessen. Igen. Igen, ám, de mi van, hogyha én beleültetek mondjuk egy diót, megint egy 5x5-ös rasterbe. És mi van, még beleültetek mondjuk egy szilvát, egy harmadik 5x5-ös rasterbe? Ugyanaz, mint a tödbab, mi a fene? Tehát meg lehet csinálni, be lehet sűríteni az életet, nem zavarják egymást. A dió az nem fogod. Mit csinál? Hát nálam az rendes írtást kell csinálni. Hát majd idővel az ugye, hogy terebélyesedik, persze. Persze, tehát akkor vagy az ember eldönti, hogy kivágja, meg ripítja. 20 évre. Nem kell ide viselni, de én is azt hittem, hogy a diókat az unokáknak ültetjük, amikor a gyerekek születtek, most 26 éves a nagyobbik közön, a 23 kisebb, az már 15 éve termőfának termettek. Tehát Távlatilag majd eldöntött, hogy mit akarsz, erdőt akarsz, vagy csinálsz bele lényeket, újra kezdve az szép. Ez a szép, hogyha ezeket az alapelveket ismered, bármit kísérletezhetsz, határa csillagosít. Egész odáig, ha jön olvastátok az Arasztália 10-est, ez a legutolsó kötet, akkor körülbelül tudod, hogy határa csillagosít. Szóval hihetetlen dologra képes az élet, még csak sejtjük, vagy kapizsgáljuk, hogy mire képest élet. Na, elég az hozzá, hogy ezekkel az egész Duna-Tisza közét lehet belepve rakni. Ugyanis az Ernestónak van egy marha nagy mondása, amikor beszéltünk 5 percet, rögtön erre tért rá, hogy a vizet ültetni kell. A vizet ültetni kell. Ott folyik el szívesen alatta. Volt egy előadó, aki elmondta, hogy 4 fok környékén érzi. Ez így van. Schrödinger, ez egy csodálatos faszi volt, szerintem a világ legnagyobb fizikusa, de semmire se becsülik, mert ugye nem volt végzettsége hozzá, de ő csinálta a második világháborúban az UFO-kat, Hitlernek a különleges repülőit, vagy elve működő repülőit. Egy érdekes külge, ő is józan paraszt ész, tehát ő annyit csinált, hogy az apja erdész volt, és állva járta vele egyet.
Például ő jött rá, hogy hogy tud a pisztráng megállni a gyorsan folyó patakba, úgyhogy meg sem mozdul. Csak áll. Láttadok már pisztráng nem áll. Meg sem mozdulatlan. Nem tudja a vízorítni. Szóval megint arról van szó, hogy valaki józan paraszt észre gondolkodik. Kötelező oktatásnak nem ez az alapelvesek. Tegye fel mindenki a mutatóját, csinálj egy gyors tesztet. Tegye fel mindenki a mutatóját. Túl sok géci videót néztek. Ez a mutató miért gondolkodik. A kötelező oktatás az így működik. Tekintélyen. Tehát nem az a lényeg, hogy mit állítasz, hanem az, hogy ki állít. Azért ez már elég gáz, nem? Szóval, ha ezért hivatkozási indexed van, és azt mondod, hogy a nap az zöld, az onnantól közben a nap az zöld lesz. Parancsértettem. Tehát ugyan a feudális rendszer, hogy a katonások csak rosszabb már mondják ki. Kérdésem a Facet Józsi, a nagyaváma, ő most csinálta meg hasonló ilyen kormányon, vagy bőtlen két hetták. Ő hol csinálta? Valahol a Duna mellett abban körül. Facet. Ő a magyar lába. Őt rabolták a Rumékban 1972-ben, kivitték Tibetbe, és amikor megkapta azt a fotózást, akkor visszahozták. Hát miért nem kell elvonni? Nem, igen. Ez fogalmas. Miért nem kéne elvonni, elmenni körül? Szóljam, és menni. Vagy ott van a másik, mármint a... Miért csak akkor kell elrabolni, hogyha egy lánykolégiumba viszont. Másik mondjuk. Másik pedig ott van Somosi Lajos. Igen. Igen, hát figyelj, most már hál' Istennek egyre többen használják őket a rendszereket, és jó, ennek is megvan maga csúnyasága, ez így raster, meg minden, de idő után gyönyörűen elbőleszből, és utána majd csinálsz tisztásokat, jöhetnek a Somosi tündérei, tehát mindent meg lehet csinálni. Figyelj, ez teremtés, ez valódi teremtés. És közben van élelmet, van mozgásod, van egészséget. Hadd mondjak el még egy nagyon fontos dolgot, aki kerttel foglalkozik, a legfontosabb objektumot felrajzol. Nem Bécsi, ez egy falusi csillagvizsgáló. És van egy kis szívecske, és így lehet kinézni. És én ebből jöttem rá, hogy mozog a Föld. Komolyan. Teljesen magamtól rájöttem, mert néztem a csillagokat éjszaka, enter közben, egész kisgyerek voltam. És láttam, hogy mozog. Úgyhogy gyönyörűen jó kert. Na, ami a lényeg az egésznek, hogy... Sokat üdvözítél volt. Ami a lényeg az egésznek, hogy nagyon fontos, hogy adj mindent vissza a Földnek. És adj jelet magadból. Tehát a paraszt nem azért köpködött, mert bunkó volt. A paraszt azért köpködött, mert ösztön se érezte, mi kell Földnek. Itt ahogy a kutya is körbehúgyozza a területet, minden állat teritóriumát körbe visel, és a közepére odaszak. Kivéve ezt a marha civilizált, hogy itt olyan milyen embert, ugye? De mi már nem verjük oda a taknunkat a Földhöz. Szépen begyűjtjük, belefújjuk egy papírba és zsebre rakjuk. És majd este kidobjuk. Bekomposztáljuk. Igen. Na, tehát a paraszt az igenis oda lehet a taknyát, meg oda köpött, meg oda pisült, és ő csinálta. De nem volt benne egyszer. Mi? Nem volt benne egyszer, egyébben se. Miben? A taknyában, se a tegyemekben, most tele van minden ő. Egyszerre. És most azért gyűjtögeted, mert állt? Nem! Hát, hogy elálljunk, még ahhoz is egyszerre. Az ország még egy fontos nevet mondok. Ország József professzor. Ő két dolog fontos, amit létrehozott. Az egyik a vízönellátó. Tehát, hogy rákerestek a vízönellátó, meg tudják találni, a másik pedig a komposztból. Tehát hogy be tudod rakni a otthonodban, úgyhogy nem vizes, veszel egy teljes ládát, csinálsz neki szépen egy vizét, adjuk meg a bújját fából, a kamerát, itt a teljes ládát, fogod, az belszarsz.
Az aljára raksz egy 10 centi szalmát, ami felítatja, hogy a pisi is van, és valahányszor szarsz, vagy pisiz, egy fandim forgácsot, vagy fűrészport, vagy zöld nyesedéket, vagy bármi olyat, amivel van. Cellulóz. Igen, ezt mindig elfelejtsd azt a kurva cellulózt. Meg egyáltalán az idegen szavakat elfelejtem. Hál' Istennek. Na, elég az után, hogy ha van benne cellulóz, akkor egy cserebomlás lesz a szén meg a nitrogén között, és nem lesz büdös, megköti a nitrogén a büdös. Ha elég szén van hozzá, akkor nem büdös. De úgy képzeljétek, hogy semmilyen szaga nincs. Olyan szaga van, mint az avarnak, mint a friss avarnak. Na, és utána ezt ki lehet vinni ezekre a bocsánatokra, és szépen elkomposztál. Ez az egyik fontos. A másik fontos a vízönellátó. Most erről azt kell tudni, hogy ha volt már állatotok, tudjátok, hogy amíg az állat talál bocsolyát, nem olyan gomástig. Tehát hiába nekünk is nagyon jó minőségű útvízünk van, pestiek lejönnek érte, kannákba viszik, de amíg az az állat teljesen mindegy, hogy ez a tisztó, ló, tehén, bármi, még a ló a legérzésén az jó vízre, meg a legfinnyásabb, ő is kocsolya vizet viszik, amíg van. Miért? Azért már a legtisztább víz a természetben az eső. Most a Jóska ennek a Belgiumba él, és a Kongói Egyetemben volt a rektora, vagy dékánja, vagy a fene tudja milyen, és ott nem az volt az, hogy mit tudom én, hexameterekben, hogy rímel, amit tudom én, milyen, adjál vizet, adjál, érted? Tehát ezeket a problémákat kellett megoldani, és ők meg is oldották. És egy nagyon egyszerű módszerrel dolgozik, mindentől kezdve legyen egy tető, jó? Tehát egy ház, az a teteje. Ugye minden tetőnél van egy lefolyó. Most annyit kell csinálni, hogy ide raksz egy közös tartályt. Tehát meg kell nézni a természet, hogy intézi el a dolgokat. A természet, gyere Csisten, legegyszerűbben intézi el a barlangot utánozott, tehát a barlangokról való erre a természetbe. Tehát elrakja akár évezredekre a vizet. Tehát amiket például ilyen ásványvízként tisztunk, azok mindig ilyen sok év, ezelőtt elrakott felszíni víz. Na most, hogy mi van egy barlangban? Sötét, állandó hőmérséklet, tehát nincs alga, nincsen az állandó hőmérséklet, mert a kémiai folyamatok se indulnak be, és van mészkő. És a mészkő pedig a pH-ját fogja kiegyenlíteni, és ezáltal évezredekig el lehet rakni ezt a vizet, és friss ivóvíz. Tehát egyszer be kell vezetni a csatornát ide, és ez így működik. Jó? Tehát ez az ország a múlzsefeszt is. Na, tehát ezek a múlzsrendszerek, ezek lesznek a jövő ehető erdő. Tehát gondoljátok el ebből, hogy tényleges erdők fognak válni, a szukceszívvel segíteni fogja, és alatta a paradicsomtól a töké bármi, amit ültetsz megint, és még valamit, és talán ez a legfontosabb. Tehát a gabona azért mérgez, azt mondtam, mert nincs kölcsönhatásban, mert több száz, vagy több ezer hektáron ültetik, és csak gabonát. Ugye ez van lassan minden. Na most nézzétek meg, ha ezt a 10 méteres sávot beültetitek gabonával, és mondjuk egy ilyen mini kombájnnal leállítjátok, az egy olyan minőségű búza lesz, aminek 10-szeres ára lehet tudni. Mert ma szemetet termelünk, szemetet. Azért kell lenni, mert szarcsai, 30 forint egy kiló búza. Egy kiló tűzifa 35 forint. Mekkora üzlet, mi? Buzát kell égetni. Szóval, hát úgy csinálták is, hogy az is megéri a pénzét, hogy buzát éget, de ez a buza még egyszer mondom, ez egy szerint. Tehát ez nem szabad menni ezt a buzát. Mi a megoldás? Tehát ilyen sávos rendszereket, ezt már mekkorára csináltad ezt a sávot. Ha jó a földed, akkor csináld meg 50 méteresre, 50 méter szélesen. Az a lényeg, hogy észak-déli irányba jönnek a sávok, hogy be tudja világítani a nap. Tehát észak-déli irányba keresi meg. És most ráadásul teljesen véletlenül, én nem is tudom, hogy csúszhatott egy ilyen hiba a gépezetbe, kiírtak egy olyan pályázatot, ami erről szól. Erre a rendészeti rendszereket lehet telepíteni. Úgyhogy ezek hihetetlen szerencsés dolgok is voltak. Na, még egyet szeretnék mondani az állattartással kapcsolatban. Állattartása annyit, hogy
aki olvasta az Anasztázia könyveket, az tudja, hogy gyakorlatilag az Anasztázia könyvekben csak kis állattartásról van szó. Tehát ugye ez az egy hektár, tehát az Anasztázia azt mondja, hogy a emberiség minden problémája, a környezetszennyezés, a terrorizmus, a debil emberek, a meghűlés, a depi, a mit tudom én mi, minden megújulna, az emberiség zöme az egy hektáros, önellátó családi birtokokra menne ki. Itt mindegy szónak jelentősége van. Az egy hektáros az azért fontos, mert kényelmesen megész rajta, úgyhogy tűzifával mindenem, de ahhoz nem elég, hogy John Deere-t vegye. Tehát nem tudsz ráfejlődni. Az önellátó az azért fontos, mivel azok miért kellett a tanyákat írtani? Az önállóság. Önállóság. Hát persze. Figyelj, hát ha te önálló vagy, akkor mivel vesznek rá, hogy rám szavazzák? Mit ígérek neked? Milyen munkahelyet, milyen autópályát ezeket leszarod? Tehát ezt muszáj volt megcsinálni. Minden, minél jobban beágyazódik egy rendszer, és minél több szabadságjogodat veszi el, annál jobban korlátozza az önállóságot. Különben nem tudja megcsinálni. Hát nézd meg, a végén ugye a rabszolgaság, mint a romai típus rabszolgaság. Odáig lehet elmondani. Egyébként el is fognak odáig menni, hogy most is az van már. Hát, gyáva néznek, nincs hatája, ilyen egyszerű élet. Tudjátok, mi a baj ezzel a világgal? Az, hogy mindenki lusta meg gyáva, ilyen egyszerű. Mert olyan kényelmes. Ilyetek csak szép a valamatok tovább, büfizetek, jön a kis nyugdíj, jön a kis izé, érted? Megkapod a kis évbéredet, annyit biztos az, hogy ne a éhen, annyit biztos, hogy előre menjél ebbe. Ez mindenkinek jó. Ismerjétek a békás kísérletet. Van egy béka, bedobod a forró vízbe, az kiugrik, ugye? Mert nem hűl. Viszont ha belerakod hideg vízbe és elkezded melegíteni, akkor szétfőd. Nem vesz észre a változást. Ha nem veszed észre, figyelj, csak ilyen kis apró hülyeségek, érted? Az én gyerekkoromban én nem nagyon volt járóka. Érted? Ma már nincs olyan család, hogy nem lehet gyerekni járunk. A hatája a börtön rögtön a legelején. Nem volt például gyerekülés, meg biztonsági. Akart, kirepült a gyerek, ha nem akart, nem repült. De nem haltak meg, felnőttünk. Érted? És minden erről szólva, a rabságra. A gyereknek ezen rögtön, hogy még nem volt meg, gyakorlatilag semmi irata nem volt, már az adókártyája meg. Öt naposan. Érted, amikor én kérek valamit a magyar államtól, az 90 napokra ígéri. Az adókártyám az 50 óra volt. És nem az ennyi, de... Ez azért van, mert erről van is egy oldal, hogy az állampolgárok azok tulajdonképpen egy üzletnek a részei, hogy megszületsz, már az államadósság rajtad van, és termelsz azoknak az embereknek. Így van, tehát tőzsdésznek velünk, ezt figyelj, szerintem ezt lassan már mindenki tudja, de ez így kurva kényelmes. Nézzetek utána UCC-nek. UCC, várjál, van egy magyar honlap. Fejből nem tudom, de... Jó, ezeket érdemes megnézni. Tényleg ez történik, hogy gyakorlatilag, amikor megszületsz, akkor nyitnak egy folyószámlát a nevedbe. És szabályosan tőzsdéznek veled, adnak vesznek. És ezért van az, hogy például, hogyha csupa nagybetűvel írják a nevedet, akkor nem neked van, hanem a jogi személyednek címezve. Majd figyelnek, hogy miket kapsz nagybetűkkel írva. Ugye akkor a számítástechnikai feladat megoldani, hogy az első betűje egy széletben nagybetű, többi kicsi. Mégis véletlenül egy csomó papírod nagybetűvel van írva, tényleg a leveleknek, hivatalos levelek. Azaz, amikor a stróman odat szólítják meg. Na mindegy, ez csak hogy hívják ezt a honlapot. Én ezt érdemes végignézni, mert én nagyon megdöbbentem, amikor elolvastam, hogy azért az emberi pofátlanság ez határtalan. Az határtalan. De ezt elkezdték visszafordítani, Amerikában is van egy ilyen mozgalom, és ez most már ott tart, hogy például megbüntet ott a rendőr, akkor te kérheted, hogy fizessék ki a stróman pénzedből, tehát hívják el a számlát, és muszáj megtenniük, mert a saját szabályaikat ők se állhatják át. Egyébként pont így fog felborulni ez a világa. Az ördöngös bába című mesét nem tudom ismertek-e.
Na, az ördögös pápa az a szűz. Tehát ez a világkorszak, ugye a halak, a szellemisége, a túloldal, a testiség, a megjelenése, az a szűz. Most a szűz az hálózat. Tehát a szövéskél pont ezt a tevékenységet csinálja. Egyébként mindenki ezt csinálja. Mindenki ezt csinálja, mint a Jackie filmben, ugye? És mindegy, hogy ezt egy katedrálót csinálod, vagy itt tudod, hogy teljesen ugyanilyen. Az a lényeg, hogy Excel táblákat fogsz kitölteni, ez fogja az életednek az övét kitenni, meg a fölösleges adminisztráció, minden életedet leszik. De így tudnak láthatni. Na, az ördögös szüle az elviszi a végletekig a dolgokat, tehát a klónozásig, és ennek a világnak az a vége, a klónozása. Tehát amikor tök egyforma embereket, tehát az élet lényege, láttátok a sokszínűség. És amikor elkezdek tök egyforma dolgokat csinálni, az a vége az életnek. És ebben a mesében az van, hogy balra vetélünk, lejön egy század fekete dragonyos katona. Fekete dragonyos katona. Jobbra vetélőt lejön egy század fekete huszár. Tehát a vetélések sorozatán keresztül létrehozzák a klónemberiséget. Mi a mese vége? Megbolondul az ördöngős bába, és a saját lányait kaszabolja le. Értitek? Tehát ez a rendszer úgy fog tönkre menni, hogy már nem tudja a saját játékszabályait se tartani. És ezért nem kell neki feszülni, hogy puposkodni, meg mit tudom, hogy ide lőjetek eltársa. Tudjátok, mint a igazai Maxim Gorki Jerevánnyi rádióhoz feltett kérdés, igazai Maxim Gorki természetes halála halt meg, és itt volt az utolsó szavai. Válasz, Maxim Gorki elvtárs természetes halála halt meg, utolsó szavai, ezek voltak elvtársak, nem ügyetek. Nem kell magukra húzni ezt a hatalmat. Azt lehet csinálni, hogy ellenállt is, hogy normális dolgok, de szerintem. Nem fejjel a falnak, ki megy a Kossuth térre. Nem mondhatok, hogy szerintem a Kossuth térre megy a Gyurcsára, az a harcol, a saját szomszédokat küld. Ennek nincs értelme, ennek az egész hűzőgésnek. Figyelj, egynek van értelme az életet szolgálni, pont. És nem a sereket nyolgatni. Adni neked egy fontos dolgot, jó? Csak egyet. Csak egyet, aztán inkább kérdezzetek. Csak azt, hogy ugye mindenki próbál magyar. Ugye? És akkor kimegy a pusztába, elkéleckedik a multitól, fölvesz egy fürdőköpeny, meg egy szörmekucsmát, kimegy a pusztába, ellő két nyilat, és akkor ő magyar. És utána megy vissza a multihoz, igaz? Na most hadd mutassam meg, hogy a saját állításunk szerint, tehát ennek a szellemcsoportnak a fogadalma szerint, ugye, hogy kéne ennek a szellemcsoportnak működni. Minden szellemcsoport választ egy zászlót magának, ezek olyan zászlók, trikolórok, hogy három színben a testvérek szellemi működése mutatkozik meg annak a szellemcsoportnak, annak a népnek. Na most a magyar fizikai sípa testi szinten a zöld színben való, a zöld az élet. Magyar nemzet feladat és küldetés az élet szolgálata minden áll, pont. Egész faszállátok, nem? Kis Excel tábla egyre. A huszikás autóval, meg a lapos tévével. Ebben ennyi van az élet. Meg a gyerektelenséggel. Meg az abortuszokkal. Ez a testi szint. Tehát nézzétek meg a magyar történelmet, mindig azért kapta a magyarság a nagy pofont, ha az élet ellenét. Tehát a tatárjárás az arról szólt, hogy elkezdtünk vírusokat építeni. Jött a tatár, lebontotta a városokat, a nép kimenekült Barnaulba, meg a rétegre, meg a berkekbe, vitte a jószágait, aztán ő elvult, a vihar visszajött. A föld népét nem váltotta a tatár, nem is tudta váltani, egyébként állítóan szándékába se volt. De a vezetést azt jól megképázta. A városokat fölégették, kijöttek, stb. Utána jött a török. A törökkor előtt csináltunk egy óriási díszóságot, amit a történészeink sem nagyon reklámoznak, és nem tudom miért. Tehát nem tudom, tudjátok-e, de a
kellemes kikapcsolódást önöknek és mobiltelefonjaiknak. Na, tehát nem tudom, hogy tudjátok-e, de a Hortobágy az nem a török háborúban néptelenült el, a török háborúban már lakatlan, puszták voltak. Amire ma olyan kurva büszkék vagyunk, hogy puszta, pusztulás szóval van. Ezek elpusztult települések voltak. Ilyen hajnal virágzó, gyönyörű, óriási biodiverzitás. Most találják meg őket, a óriás templomok. Aha, figyelj rá, ezt előre lehet borítékolni. Hát a legszerencsésebb körülmények ott vannak. Tehát azért a vízkormányzás ott a legkönnyebb csinálni, meg eddig beszélünk. Na elég az hozzá, hogy úgy váltak magadban már ezek a területek, hogy az urak kicserődtek, és az új urak, azok, hát ezt a vágbán azért gyűjtőben. Az új urak, azok már nem magyarok voltak. És nem magyar érdekeket szolgáltak. Elhagyották a parasztot, mert nekik már a pénz volt az úr. Tehát ahhoz, hogy pénzt csináljanak, ahhoz például a legjobb üzlet akkoriban, az az volt, hogy Európában, az éhező Európában marhát szállítottak. Tehát úgy képzeljétek el, ilyen több tízezres, százezres csordák mentek egész az Atlanti óceánig, és vitték ki az élő tömeget a Kárpát-medencébe. És itt pusztították az életet. Megint monokultúra volt. Na, és akkor jött a török, hát nézzétek csak meg. Itt a Kárpát-medence. Ugye ilyen irányú volt a mozgás, tehát innen vitték. És hogy foglaltad el a török? Pontosan úgy, hogy megakadályozza ezt a mozgást. Tehát ezt a kelet-nyugati mozgást egyszer félbe vált. Hogy Nyugat-Európát éjeztesse? Nem, a török egyszerűen pénzt kellett nyugja, mint a többinek. Egyébként Szántai mondta egy előadásom, és nem akartam elmondani, úgyhogy én kimentem Bécsbe, és megnéztem a buszfisztről és a múzeumban, hogy tényleg a török mi a fenének a margolatán, ez a Jatagán, vagy milyen Isten, tényleg Dávid csillag van, és itt nem. Nagyon durva. Na mindegy, elég az oda, hogy semmi gond nincs ezzel, mert ugye kaptunk egy pofont, és megint felállt a magyarság. És megint elkezdte működtetni a pályát. Igaz, már szegényebben, mert például a ártéri gazdálkodás jelentős része már akkor történt. És utána megkaptuk az utolsó nagy pofont, az Trianon volt, amit azért kaptunk, ahogy a vizekkel bántuk. Szabályozás. Elkezdtük Trianon előtt a folyókat szabályozni, beszorítani. Ez már a szegedi árvíz, az nem tudom mennyire tudjátok, az már amiatt volt, mert elkezdték ott a Marost is, meg a Tiszát is szabályozni. És ha megnézitek a belső Magyarországot, az gyakorlatilag pontosan az a területet, amiket a folyószabályozás épített. Ugye Duna mente végig, ahol betöltötték a fogokat, hogy könnyebben lehessen vinni ezért a búzát. Ugye mondhatták föl a lovakkal a búzát a Dunán, stb. Tehát ez a terület. Ha nincs, figyeljetek, az élet az nem igaz, magát védi. Az leszarja, hogy mi csinálunk, hogy mi fáj nekünk, meddig nyalogatjuk a sebeinket, Trianonját. Ez hagy. Akartok élni? Akkor szolgáljátok az életet. Tehát ez volt az utolsó nagy pofon, és pontosan azt a levágta azokat a területeket Magyarországról, ahol még nem történt meg a folyószabályozás. És egész mostanáig csúsztatta ezt. Azért nyertek vele, de 1920 június, még most meg. 100 évet. 100 évet. 100 évet nyert vele az életgyerekek. Az már szép. És ha nem változunk, kapjuk a következőt. Ilyen egyszerű, nem kell túl komplikálni. Vagy hallgatottak végre az életet szolgálni, vagy egyszerűen lemond minket az élet, mint fölösleges lényeket. Mint akire nincs szükség. Itt ülünk a paradicsom közepén, és csesszük szét a földjeinket naponta. Na, a lélek szintjén a magyarnak úgy kéne viselkedni, erre van egy. Tehát a fehér, lélek szintjén fehér, ez nem csak egyszer a tisztaság. Annál több a fehér, az a színeknek az egyensúlyát hozzájutja. Amikor minden mindennel kiegyenlítődik. Amikor már a lelked mindent megélt,
és már nem billenik. Tehát hatnak rá, mindent tud ráhatni, tehát nem arról az, hogy azért fehér, mert még szűz. A felét voltál, zsidó voltál, cigány voltál, ott tartotta, és már kiegyenlítődött benned ez a dolog. És akkor leszel tényleg fehér. Ez az egyensúlynak a színe. És hogy kell egy magyarnak viselkedni, arra van egy gyönyörű szép képlet a népművészetünkben. Úgy hívják hogy hívják ezeket? Népművészetet mi fogalmunknak? Néprajzosok. Egy verekedő betyárok. Ez is egy hibás tudás, mert a betyárok nem verekednek. Oda fordítva és azok te is látszik. Ennyi kis kérdőt kapsz a felvételre. Tehát nem verekednek, hanem a puskát, amivel a másikat el tudná pusztítani, hogy el tudná, vagy ártani tudna vele, hogy lehúzizza, meg lehosszabbítőközni, azt leteszi a földre. És a fokossal, ami a szent fegyver volt minden ilyen kultúrában, tiszteleg a másik embernek. Összeüti a fokosát, régen úgy tiszteleg. Néptáncban megmaradtak ezek az emberek. És a két ember közt létre fog jönni egy templom, amit mindig az Isten jelébe lehet a körözben. Na most az azért gyönyörű, mert ez figyelmeztetés, és azért hoztam ezt az ábrát, mert talán a legfontosabb, amit tudnia kéne a magyarságnak. Úgy ugye keleten azt, hogy nyugaton azt mondják, hogy az Isten az kívül lakik. Tehát egy öreg úr ott a felnőknek a szélén, azt fogadja a lábát, azt jó népeknek jó istenük van, a rossz népeknek rossz istenük van, az a lényeg, hogy rajta kívül. A keleti emberek azt mondják, hogy Isten bennünk lakik, és ha elég sokat meditálsz egy hegytető összecsipentett ujjal, akkor egyszer csak kibukik belőled és megvilágosodsz, ugye? A magyar meg azt mondja, hogy Isten köztünk van, két ember viszonyában, ahogy bánsz a feleségeddel, a gyerekeddel, ahogy bánsz a többi élőlényel, ahogy bánsz a földdel, ott van az Isten. És ezt kell megvalósítanunk. Úgy élni a másik emberrel, úgy működni együtt vele, hogy az Isten közénk költözhessen. Erre mondja Jézus, hogy kettárral összegyűltök a nevemben, működtetek leszek. Ez a nevem. Ez a két hozzulat, hogy árthatnék neki, de nem ártok, mert teszem a puskát lábhoz, és nem kéne tiszteljen, de én is tisztelem. És ebből a két ember közti aktusból épül fel a templom. Ezt kéne megérni. Ehhez mivel foglalkozunk? Egymás büntetgetésével, átverésével a nap 24 órájában. Nincs időm a gyerekemre, nincs időm a családomra. Miért nincs időm? Meg kell a pénz. Mire? Gyógyszerekre. Fáj a lelkem. Már minden olyan lesz. Marra egyszerűen működik a betegség. Tehát nem kell se funkcionálni. Mondod el, hogy nem akarsz bemenni a munkahelyedbe, mert utálsz, érted? Utálod a munkahelyet. És bemész, és előbb-utóbb vagy eltöröd a lábad, vagy úgy elkezd fájni a lábad, hogy majd beledöglössz, hogy megjelenek a viszereid, nem aladok. Érted? A lélek próbál segíteni neked. És amikor már nagyon fáj minden a léleknek, akkor azt mondja, hogy na, gyere az azt elkújtunk, most meghalsz. És ezt lehetne ezt lehetne megúszni azzal, elkezdenünk újra emberként működni. Ez az ember, legalábbis a magyar ember, az biztos, hogy ez. Ezt a modellt tartunk ki magunk elé. És a szellemi szinten a piros az a tűzelem, az a korlátlan fölfelé. Mit csinálsz? Nem csinálsz? Elindítjuk a baj az a pénz csörgése. Gombokra a külön jóféle dolgok. Nem. Jó, nem kosár lesz, ezt majd megbeszéltük, hogy így lesz. Mert ez tulajdonképpen nem előadás, hanem ez egy ilyen munkaerőtoborzás. Munka megbeszélt. A szellemi szinten a tűz az azt jelenti, hogy nincsenek. Most egy picit tegyétek ide a pénzt, majd ráértek. Az azt jelenti, hogy
nincsenek korlátok, a tűzelemnek nincs korlátja, határa csillagos, érted? Tehát ne korlátozz be magad semmire, ne korlátozz be magad, hogy nem vagyok elég jó, kicsi a mellem, nagy a seggem, alacsony vagyok, magas vagyok, sovány vagyok, kövér vagyok, nincs elég végzettségem, túl sok a végzettségem, magyarnak születtem, nem zsidónak, stb. Ne engedd magad lekorlátozni. Az van, az a baj, az van, ami a fejedben van, és erre valamiért nem képesek rájönni az ember, hogy mi teremtjük ezt a világot. És nem mindegy, hogy félelemből teremtjük, vagy azért, mert jó érzünk. Tehát itt van nagyon nagy szerep az a hibás tudásoknak. Tehát amíg nem kezdjük el kirakni a fejéből ezt a sok galét, amit belevert a kötelező oktatás, meg a több tíz vagy száz generációnak a hülyesége, meg a kereszténység, akkor nem jutunk egy a kettőre. Gondold el, annyit gondolkoztam rajta, hogy ha megnézi az ember a történelmet, a magyar történelmet, amit persze átírtak egyszer meg minden, de azért lehet tudni dolgokat. Például az, hogy a világon mindenhol a szellemi vezetőket mágusoknak hívták, magosoknak hívták. Mindenütt a világon lehet találni magyar nyelvű helységeket. Ugye a Tamanában. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyarság a szétszórva élt a világba. Voltak forrásaik, Árpád-medence, Tallinn-medence, de a küldetése az volt, hogy mindenhol vigyel fényt. És mindenütt tanított, gyógyított és mintát mutatott. És ehhez mi kell? Ezt próbáljátok megfogalmazni. Mi kell ahhoz, hogy ember például tudjon gyógyítani? Egészséget. Hát ha egészség van, akkor nem kell gyógyítani a probléma. A saját magában. Nem igaz se kell. Az nem árt egyébként, az se kell. Tudást honnan kapsz? Erről van szó. Mi kell a tanításhoz? Istennel való kapcsolatban. Így van. Mi kell a hiteles működő mintához? Úgy csinálják valamit, hogy ez működjön. Istennel való kapcsolatban. Mondjuk azt a... Így van, mindenhez kell. Tehát tulajdonképpen a magyar, ami megkülönböztette a többiektől, az a széles sávú és stabil kapcsolata az Istennel. Értitek? Tehát az, hogy amikor akart, kapcsolatba tudott kerülni az Istennel, és nem volt zajos ez a vonat. Most ehhez egy olyan érzésbe kell lenni, amiben egy gyerek van. Tehát egy tiszta, örömteli, teremtő érzés. És a magyarság ebben volt egy jó darabig. Egész addig, amíg meg nem járt egy olyan vírus, ami azt mondta, hogy gondoljátok el, egy ilyen nyargaló, szintja népséget képzelje, a vidám, boldog, terem minden, nő az állat, nő a fű, potyognak a gyerekek, épülnek a házak, épül a világ, szépül a világ, és közben kormányozza a vizeket, ugye bőség van, halból, mindenből, és megjelentik ez a vírus, hogy bűnös vagy. Minden fogadtál, te is. Picsó, te pláne. Nagyon beszélve, amikor beszóltál szabadság, vagy én kicsébe nyelvűben fogadtam, hogy beszóltál. Tibiéről ki is jöttem annak idején. Én nem jön azt a... Figyelj, én tudom, hogy az anyám, de az apám, hogy hihetetlen a szerelmes voltam. És a szerelem bűn, akkor így jártam. Na mindegy, elég az hozzá, hogy nagyon figyeljetek, mert emiatt lettünk megkorlátozva. A saját magunkat korlátozunk le, ez a bűnös vagyok. Meg bűnben fogadtam, hogy nem vagyok elég jó. Ez mindenkiben bennem ez a program. Nem vagyok elég jó. És próbáljuk egymást is belenyomni a bocsánatba. Ezeket ki kell tenni a programokat, és én azt mondom, hogy most nézd meg, csak mondom, hogy én mit látok. Nincs egy normális női programma a világban. Azt, hogy a műkörmeit vakargatja, meg a botoxot nyomogatja, mit tudom én, meg a vibrátort, ez nem biztos, hogy egy normális női program. Tehát a normális női programot, ha meg akarja tanulni egy nőt, akkor a növényekkel kell válni. Mert úgy kell pontosan a növekedést kezelni a nőnek, ahogy egy növénnyel válsz. Na most az anyaság, az megint egy nem létező programon mai világa. Megint. Az, hogy majd nőt idegesít a gyereke,
kurva nagy gáz van. A gyerek az meg a lelgás tudod, de na, itt megint mit kell csinálni? Nézd meg, hogy működik az anyaföld, a föld anya. Érted? Tehát én azért mondtam a falut, a vidéket, mert vissza kell menni a gyökerekhez, és a mintákat onnan kell venni. És nem könyvekből. Teljesen mindegy, hogy hány ezer évvel előtt, ki írta meg, ki nem meg, hogy szent volt-e, vagy mint tudom, hogy nem érdekel, nem érdekel. Ott voltam, nem. Akkor engem hagyjanak ki ebből a vidéket. Bárki mondhatod bármit. És ha elkezdenék azokat a tudásokat, amik megtapasztalhatok, úgyhogy kimész a kertedbe, az kapírgáz, kipróbálod a múcsokat, kipróbálod ezeket a módszereket. Ezt kell kipróbálni, és a gyerekeket már ebben nevelni, hogy ne az iskolába tanulják a királypingvének nem életét, hanem nézzék meg, hogy hogy töcsöcsönj meg a kakasatjukot. Ilyen egyszerű az is. Akkor nem kell nekem a szexuális felvilágos. De megint azt mondom, hogy nincs kapas. De van Trianon, van sötétség, most nem süt a nap, mi van? Figyeljetek, így nem lehet élni. Nem lehet élni. Ha tudod, akkor változtass. Figyeljetek, nagyon fontos, csak úgy tudsz változtatni, hogy kimondod, hogy változtatok az életemben. Most. Nincs január 1-ig leszokom a cigiről, nincs határidő, most van, egyről mostnak van hatalma. És nem évfordulókra kell várni, és megemlékezésekre. Most ezt a három dolgot meg kell fogadni magadnak. Nem verem át a másikat, hiába kapnék érte 5 forinttal többet. Hú végén nem fogok veszekedni vele, se a gyerekeimmel, se a kutyáimat nem verem. Se a növényeimet nem úgy gondolom, minden férjen közénk a Isten. És tényleg, hogy a falvédőszöveg, hogy hol Istenhoz szükség nincs, nem fog nyomorogni az visszajövő az életünkbe. És nem nagy dolgok gyerekek, nem a bosznyák, piramisokat, mint a minden őrültséggel el vagyunk foglalva meg, hogy nem kell már semmit csinálni, ha ott áll a mit tudom én, milyen Vénusz ott a Mars túloldán, hogy a teljes gabla, érted, mindenki zizi. Miért zizi? Mert nincs leföldel. Mert mindenkinek az antennái érzik az új energiát, csak nincs földelése. Az olyan zajos az adás, hogy persze, hogy ez lesz belőle, ami lesz. És nem Trianonon kell sinálkozni, higgyétek el nekem. Az újat kell csinálni. Az újat. A régi az azért kell, hogy tudjuk, hogy honnan indultunk, és a tapasztalataink. Az olyan, mint a gyerekkori mumsz. Az kell, hogy az ember immunrendszere az működjön életem. De nem ezek kell sírni, hogy jaj, gyerekkoromban volt egy mumsz, mert nem is emlékszem rá. Tudom, hogy nem kellett egy hétig iskolában lenni, és a dolgokat kifejezni. Szóval én azt mondom, van egy ilyen válasz, ha az mentek, nézzétek meg a YouTube egyetemről, kezdettek el élni, hogy legyen, mint mesélni. Az unokában ebben a liberális tilájának, hogy ezt mondják. Ezt mondják. Kezdjünk el élni. Jó? Soha nincs késő, ezt ne felejtsétek, soha. Köszönöm a figyelmet. Valami hangot, valami képet, napfénye csettje, napsugár húrja, valami újat, valamit újra, valami ősit, valami égit, valami hősit,
valami régit, valami föl.